abszolút, amit mindenki idegenkedik a dologtól, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a ronda esős idő, mit szól ez a iszonyatos esős idő, mert tényleg... Elég borús van. Na most megtenné nekem azt, hogy ezt írásba adná? És ez milyen alkalom? Csak az, hogy esős idő van, ide írjuk, magyar televízión. Igen, és mivel szerepel? Ez nem szerepel, csak esős idő van, és szeretnénk dokumentálni. Ez egy ilyen papírország, minden dokumentálni, hogy eső van. Ön szerint is ronda esős idő van? Megválasztalom. Csókolom. Ugye milyen csúnya esős idő van? Maga tetéz. Sajnos ennél jobbat nem tudok kitálni. Tessék már írásba nekem. Kellene legalább 4 aláírás, hogy esős idő van. És tényleg, hát tessék, mutassátok meg már a kamerával, hogy esik az eső. Hát én tényleg nem beszélek, mert... Tessék már aláír nekem. Ne haragudjanak már, egy másodpercre, ne haragudjanak már. Televíziótól vagyunk, és több embert megkérdeztünk arról, hogy ugye milyen ronda esős idő van. És senki nem adj írásba, adja már, hogy egy hivatalos íráson, hogy tessék már csak a hívás, hogy ronda esős idő van, és rákérdezik. Most azt, hogy ronda esős idő van. Igen, egy ronda esős, hát az van, hát, hát hogyha már önök elismerik, hát tetszenek látni. Addig tessék ideadni ezt a hívást. Ronda esős idő van. Gyere rá izére, hogy látszódjon az írás is. Ronda esős, a dátumot, hogy nehogy aztán az legyen, hogy mit tudom, meg egy ilyen borulátó ember, és holnap kisüt a nap, és akkor itt félreértik az egészet. És a fokozat, oda tessék azt. November 9, már november 7-e is elmúlt, nyugodtan alá lehet írni. Tessék? Tessék szívesen. Ronda elsős időm, és a fokozatot is tessék oda. Nagyon szépen köszönjük, ennyi volt az egész. Miért kell idegen? Aj, bocsánat! Milyen jó a kiejtés. Az egy hülye. Egy olyan híradót kellett már csinálni, hogy gyönyörű, szép, napsütéses idő van. Ugye milyen gyönyörű, és ezt gyakoroltam be. Erre elkezdett esni az eserre. Mit lehet csinálni? Betelefonáltunk a tévébe, és engedélyt kértünk arra, hogy ugye milyen csúnya esős idő van. Azt mondja, tényleg az van? Mert onnan bentről szebbnek látszódik.